Volt egy különleges zsoltár elmondási szokás azon túl, hogy gyakran énekelték, vagy más módon adták elő a zsoltárokat. A, a zsoltárok közül néhányat a templom kapujában megállva, két oldalán egymásnak felelgető kórusok mondták el. Ilyen a mai zsoltárunk, a 24. zsoltár is. És bármelyik csapatba is tartozunk, a kapu egyik vagy másik oldalán, az biztos, hogy a győztesek csapatába tartozunk, ha, ha szívünkre vesszük ennek a Zsoltárnak a nagyon egyszerű üzenetét. Rövid tíz vers, egy hatalmas bátorítás tartozza a győztesek közé. Ez a címe. De hallgassuk csak a Zsoltárt. Az úri a föld, és annak teljessége, a földkerekség, s annak lakói. Mert ő vetette meg alapját a tengereken, és erősítette meg a folyókon ki mehet fel az Úr hegyére, és kiállhat meg szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik családságra. Áldást nyer ő az Úrtól, és igazságot szabadító Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzedéke, akik Jákob Istenének arcát keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeteket, és emelkedjetek fölti örökké való ajtók. Hadd menjen be a dicsőség királya. Ki a dicsőség királya? Az erős és hatalmas úr, a hatalmasan hadakozó úr. Ti kapuk emeljétek föl fejeteket, és emelkedjetek fölti örökké való ajtók. Hadd menjen be a dicsőség királya. Ki a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség királya. Tartozza a győztesek közé. De mit tanít ez a Zsoltár nekünk a győzelemről? Az úri a föld és annak teljessége, a földkerekség és annak lakói. Ahhoz, hogy az ember győztes legyen, mindenek előtt a földi mértékeket le kell vetnie. Ebben az életben a győztesekről azt gondoljuk, hogy a sikeres ember mindenek előtt sokat birtokol, sokra viszi, elismertségben, anyagi javakban, az átlag fölötti szintet éri el, és ezáltal olyan tiszteletet, vagy tekintét, vagy egyszerűen csak hatalmat vív ki magának, az utóbbi közel sem jár együtt tisztelettel, ami fölé emeli a többi embernek, győztessé teszi őt. Isten valamit rögtön itt a Zsoltár elején szeretne velünk tisztázni, nem mint hogyha riválisokként tekintene ránk, hiszen igazán nem függ tőlünk, ellenben velünk, akik akik, ahogy jobb könyvében olvassuk, könnyebben szétnyomhatóak vagyunk a mojnál és csak egy lehelet az életünk. Szóval, a mi érdekünkben szeretne egy félreértéstől megóvni bennünket. Gyakorlatilag nagyon egyszerűen és szeretettel, tisztelettel emlékeztet bennünket, hogy tulajdonképpen nekünk semmink nincsen. Éppen ezért a győzelem kérdését ne innen közelítsük meg. Az úri a föld és annak teljessége, sőt a földkerektség és annak lakó is, mert ő vetette meg alapját a tengereken és erősítette meg a folyókon. Teremtőként, életadóként mindenestől tőle függ a világ. Lehet, hogy tulajdoni lapoknak nevezett papír fecniken jól mutat a nevünk, ennyi föld, vagy annyi ház, vagy egyéb vagyontárgyak mellé bigyeztve, de gyakorlatilag ez a Zsoltár, ez szeretne minket minden hamis illúzióból kiemelni és felébreszteni a tulajdonviszonyok kérdésében. A győzelmed, a sikered, az értéked nem azon múlik, hogy mit van. És én azt gondolom, hogy ez a gondolat valóban kiózanító gondolat a mai ember számára is, aminek, akinek az anyagi világ, az ami sokkal fontosabb, mint az aki. Az amit van, vagy aki vagy, ez egy szerencsétlen felcserélésen megy keresztül gyakran a mi életünkben is, hiszen az utcán végig sétálva is az emberekről az alapján alkotunk képet, ahogy néz, amilyen van, esetleg ha kicsit alaposabbak akarunk lenni, akkor ahogy viselkedik, de igazán komolyan meg kell ismerni az a másikat, hogy azt láthassuk meg, hogy ki ő igazán, aki ő igazán. A győztesek tehát nem dicsekszenek azzal, hogy mit értek el. Nem mutogatják és nem sorolják fel hangosan azt a listát, dicsekedve, büszkén, hogy ő nekik már ezt is, vagy azt is sikerült megszerezni, vagy sikerült birtokolniuk az életben. Tudják, hogy van egy szerető Istenük, akik, aki mindenestől a földdel együtt szereti őket, aki teremtette, akinek gondja van az ő életükre is. Éppen ezért egy másik kérdés foglalkoztatja őket, amit a zsoltáros Dávid a harmadik versben tesz fel. Ki mehet föl az Úr hegyére, és kiállhat meg Szent helyén? Azaz, ki a gazda barátja? Ha az Úr é minden, akkor ki lehet jóban a gazdával? Ki mondhatja ezt el magáról az életben, hogy, hogy ő az Isten barátja? Hogy ő érte Isten kiáll ebben az életben? Az ártatlan kezű. És tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, mondja a zsoltár, és nem esküszik családságra. Olyan egyszerű ez a felsorolás. Négy dolog. Az ártatlan kezű. A tetteink már sok mindent elárulnak arról, hogy kik is vagyunk. Az ártatlan kéz, azt jelenti, hogy soha nem a maga javát keresi, ahogyan Jézus mondja, hanem mindig a másikét. A szeretet vezérli, és nem az önzés. Ezért ártatlan. Aztán így folytatja a tiszta szív. Amikor a tetteink alapján akár még jónak is ítélhetnének minket az emberek, akkor is őszintének kell lenni önmagunkkal szemben, mert a tettek mögött meghúzódó indítékok sokszor Őszintében mutatják meg, hogy kik vagyunk. Meg lehet téveszteni az embereket, akár nemesnek tűnő tettekkel is, hogyha belülről az indítékokban bármiféle magamizmus, vagy büszkeség, vagy érdemszerzés, vagy majd én megmutatom nekik, húzódik meg. A tiszta szív ellenben azt jelenti, hogy annak az embernek a szava, a tette az indítékai szintjéig. Tiszta és ártatlan aki nem adja lelkét hiába valóságra. Az okori világban ez nagyon sokszor egyszerűen a bálványimádást jelentette. Azt, hogy a hiába valóság, a hiába valóság azokat a vallásokat, azokat az isteneket jelentette, akik azért hiába valóak, mert tulajdonképpen ember alkotta istenek. Szóval aki nem adja lelkét hiába valóságra, nem lesz bálványimádó, aki nem fut a földi kincsek után, amiket, ahogy Jézus a hegyi beszédben mondja, a rozsda és a moly megemészt, a tolvajok pedig ellopják. Szóval akinek a szívében az értékek és az értéktelenségek helyet cseréltek. A bálványok helyét az élő Isten foglalta el, az örökké való. Az Isten a szeretet elv. Annak az Istennek az ismerete és a benne való hit és bizalom, aki nem hiába való, aki nem ember alkotta lény. És mi a negyedik, amit megemlít a Zsoltáros? És nem esküszik családságra. A tettek és az indítékok után következnek a szavak. Az esküvés egy olyan megnyilatkozás, amikor az ember az igazságosságát és az igazságát akarja bizonyítani. Amikor valamivel kapcsolatban fogadalmat kérnek tőle, hogy mondja meg az igazat, és ő ezt a szavaival próbálja kifejezni. Az igaz beszéd, a tiszta beszéd, a családság nélküli beszéd Jézus Krisztus egyik legfontosabb tulajdonsága volt jellemzésében, amit akár az Ószövetség, akár az Új Szövetség mond, amikor Jézus itt járt a Földön. A családság nélküli beszéd azt a tiszta kommunikációt jelenti, amiből jaj, de kevés is van a mai világban. Az információ évszázadában élve, az álhírek, rémhírek és rossz hírek világában élve, az igaz, tiszta szó, ami felemel, ami megnyugtat, ami őszinte, szembesít, de vigasztal. Mutatja azt, hogy Isten barátját a tettek, a szó és a szív összhangja jellemzi. A zsoltáros szerint azok tartoznak tehát a győztesek közé, akiknek nem, nem valamiük van, hiszen az Úr a Föld, hanem akik valamilyenek. Az ő jellemükben, tetteikben, szívükben és szavukban. Családság, hiába valóság és ártalmasság nélküliek. Ez a leírás mutatja meg azt, ami, ami odáig vezet, hogy az Isten mellé áll az ilyen embernek. Áldást nyerő az Úrtól és igazságot szabadító Istennétől. Olvassuk az ötödik verstől. Ilyen az őt keresők nemzedéke, akik Jákob istenének arcát keresik. A győztesek harcosok, de nem mással harcolnak, vagy nem földi dolgokért harcolnak. Istent kereső emberek, akik már bíznak az Istenbe, de tudják, hogy életük minden napján újra és újra meg kell keresniük Isten vezetését. Az őt keresők nemzedéke, akik Isten arcát keresik. Tudják, hogy a tegnap hite, a ma hitének az előszobája lehet, de nem élhetünk a tegnap kenyeréből. Tudják, hogy az életben a hitben járás, a győzelem útja naponkénti nemes harcot igényel. Ahogyan Pál Apostol a második Timóteusi levél negyedik fejezetében maga is elmondja, hogy életének a legnagyobb kihívása volt, hogy a nemes harcot megharcolja, hogy a futását elvégezze, a hitet megtartsa, hogy végezetre az igazság koronája neki is el legyen téve, és nem csak neki, hanem mindazoknak, akik vágyva várják Jézus Krisztus eljövetelét. Nemes harcosnak lenni, keresni Isten arcát, keresni őt szüntelen a jellemünkben, keresni a tetteinkben, szívünkben, szavunkban megmutatkozó Krisztusi indulatot, ez az igazi küzdelem. Ettől lesz valaki igazi győztes. Már nem méregeti magát a másik emberhez, már nem bosszankodik azon, ha másiknak sikerül az, ami neki nem sikerült, hanem együtt örül az örülővel, és együtt sír a síróval. Az ilyen ember beállt a győztesek seregébe. Az ilyen ember követi a megváltót Jézus Krisztust, aki a legnagyobb győztes volt, itt a Földön. Nem volt könnyebb az a világ, amiben neki győznie kellett. Názáredben nevelkedett, ahonnan, hogy is mondták, származhat-e valami jó. Állandó intrikák, cselszövések és támadások közepette végezte szolgálatát. Miközben egyfolytában szeretett, folyamatosan gödröt ástak neki, folyamatosan a kárát lesték és munkálták. Jézus Krisztus azonban megmaradt az ő útján. Tartozza győztesek közé. Erre hív minket ez a Zsoltár is. Erre hív minket a Zsoltár 7., 8., 9., 10. verse is, amelyek különösen szépen mutatják be, hogy a templom kapujának két oldalán álló kórus egymásnak felelget. Egymást bátorítja a győzelemre. Ti kapuk emeljétek föl fejeteket, és emelkedjetek fel ti örökké való ajtók. Hadd menjen be a dicsőség királya, szól az egyik, majd válaszol a másik. Ki a dicsőség királya? Jön rá válasz. Az erős és hatalmas úr, a hatalmasan hadakozó úr. Ti kapuk, emeljétek föl fejeteket, és emelkedjetek fel ti örökké való ajtók. Hadd menjen be a dicsőség királya visszhangszerűen érkezik rá ismét a válasz. Ki a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség királya. Tartozta is a győztesek közé. Kövesd őt, aki győzött. Követni Krisztust, miben? Ártatlan kezű, tiszta szívű. Nem adja lelkét hiába valóságra, nem esküszik családságra. Követni Jézust és tartozni a győztesek közé. Elfogadni az ő győzelmét, nem mi leszünk a győztesek, hanem a belévetett hitáltal megtapasztaljuk azt, hogy segít győzni. Ő harcolja a mi harcainkat, ő hordozza a mi sebeinket, ő magára veszi a mi vereségeinket, ő magára vállalja a mi hibáinkat és bűneinket. Ez volt az ő győzelme, és amikor feltámadt és visszatért a mennybe, és elhangzott az angyalok részéről, hogy ti kapuk emeljétek föl fejeteket, és emelkedjetek fel, hadd menjen be a dicsőség királya. Ki a dicsőség királya, szóltak büszkén az angyalok, tették fel ezt a költői kérdést. Hát ő az erős és hatalmas úr, a hatalmasan hadakozó úr. Krisztus, aki itt járt a földön, és páratlan győzelmet aratott. Az ő szeretetével, az ő jóságával, az ő kegyelmével válaszolt az önzésre, a szeretetlenségre, a hitetlenségre és a bűnre. Hogy ugyanígy váltsa meg a mindezekben veszteglő teremtményeit, akik győztesek szeretnének lenni, akik harcolják a nemes harcot, hogy vele együtt menjenek, térjenek haza majd, hogy teljesedjen az ő életükbe is az a hatalmas ígéret, hogy gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek a földet, amely számotokra készített, tehát a világ megalapítása óta. Az Úria Föld és annak teljessége. Bízzuk rá, ne csak tulajdonunkat, ne csak sikereinket, ne csak kudarcainkat, egész életünket, hogy mi is a győztesek közé tartozhassunk. Úgy legyen.